mester úr, kedves vendégek, tisztelt hölgyeim és uraim! A Kultúr CC Polgári Társulás nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket itt a Madari Kultúrházban a TAP őszi rendezvénysorozatának 4. fordulójára. Sajnos Szabó Bianca konferenc megbetegedett, helyettem a én vezetem elősor. Madar az első között csatlakozott a TAP projekthez, és én már harmadik alkalommal látja vendégül a TAP családját. Meggyőződésem, hogy ma is ugyanolyan remek hangulat uralkodik majd ebben a kultúrházban, mint az előző két alkalommal. Kedves közönség, tisztelettel üdvözöljük körülmel kedves vendégeinket. Ifjúságfalva polgármester asszonyát, Göncő Gabriella mérnöknőt. Ipoly Szakállos polgármesterét, magiszter Oswald Albertet. Ma este itt ezen a színpadon 6 település képviselői fognak Önöknek bemutatkozni. Kolozs-Néma, Hat, Ifjúságfalva, Madar, Perveten és Ipoly Szakállos. Meg kell említenünk, hogy Ifjúságfalva színeiben Nagyszigeti és Őrsújfalusi hölgyek fognak versenyezni. Három kategóriára mutatkoznak be Önöknek a fiatalok, műsorvezető, ének és tánc kategóriákban. A versenyző produkcióit három tagú zsűri értékeli majd. Kérem engedjék meg, hogy bemutassam a zsűri tagjait. A Kultúr CC Polgári Társulás alelnöke Gőg Henrie. A TAP 2011-es sorozatának győztese az ének kategóriájában Mészáros Tamás. A TAP feltalálója és a TAP projektmenedzsere is volt. Most pedig engedjék meg, hogy mint helyi főszervező tovább folytassam a beszélt. Tisztelt vendégek, kedves madarak! Engedjék meg, hogy a madari szervezők nevében újra sok szeretettel köszöntsek mindenkit. Madaron már talán nem is kell bemutatnunk a tehetség a tét, azaz a TAT elnevezésű tehetségkutató verseny, hiszen valunk immár harmadik alkalommal a teret ennek a szórakoztató megnévettetése. Engedjék meg, hogy egy kis emlékeztető gyújtsak Önöknek az eddig átélt eseményekre. A TAT első sorozata 2011 őszén valósult meg, amikor hat község fiataljai, pontosabban énekesei és bemondói, azaz szövegelői szórakoztatták bennünket. Csak hogy ne feledkezzünk meg róla. Fekete Nyék, Ipoly Szakállos, Eszekfalva, Tallós, Vezekén és Madar voltak az úttörők. Akkor falunkat Szuridóra és Fischer Ágám képviselte nagy sikerrel. A fellépések utolsó helyszíne volt Madar, ahol a fantasztikus közönség állva tapsolt a szereplőknek a TAT történetében először. A következő sorozatot mi nyitottuk 2012. január 24-én. Ekkor a faluk eredeti felállásával táncsoportok mérték összetudásukat. Az alapiskolák felső tagozatos tanulói a Sztárok kicsiben című versenyben alkottak maradandót. Minket már akkor is a Tini Girls Fan csoport képvisel, akik a TAT felfedezettjei címet nyerték el. A kiértékelés a közben meghirdetett szépségverseny zárásával volt egybekötve, ahol falunkat Szente Szilvia képviselte, eljutatva a madari lányok szép és jó hírét egy tágabb régióba is. Velünk párhuzamosan a komáromi járásban egy újabb széria indult további 4 falu bekapcsolódásával, akik a mi nyomdokainkban járva szintén énekeseket és bemondókat szerepeltettek. Az újabb helyszínek Csicson, Lapszakálosok, Perbetén és Szentpéteren voltak. Csak mellékesen jegyezném meg, hogy a Dunaszerdei járásban egy önálló sorozatban a TAT keretén belül további 6 község szervezett verseny. És íme, itt vagyunk a 4. sorozatnál újra magadon. Ezúttal nagyon változatos a mezőny, és a kedves közönség sokféle produkciót láthat, ugyanis most énekesek, és tárcsoportok is megmérnek. Ha már nálunk részt
érintett szereplő közül csak kettő lehet az önök számára ismerős. Az Ifjúszakáros és Szignálkámcsoport, akiket már láthattunk, igaz, nem versenyeznénk, hanem szórakoztatunk. És persze a hazai kultúrhoz, akik már szinte állandó szereplői a kultúreseményeknek. A további résztvevők Pörbetéről, Ifjúságfalváról, Kolozsvémáról és Patróknak eztek. Ha megengedik, összegezném, hogy a kezdeti hat faluból kiindulva most már 18 település kapcsolódott be a nagy sikerre való tekintettel a fiatalok tehetségkutató megmérettetésében. Ilyen alapon Kis György, a TAT projekt megálmodója, méltán meg lehet róla győződve, hogy jó úton halad a tervezete, és nagy létjogosultsága van ennek a rendezvénysorozatnak a térségünkben. Engedjék meg, hogy végezetül minden szereplőnek jó versenyzés, a zsűrűnek kellemes és nehéz munkát, és öröknek kedves nézőinknek tartalmas felhőtlen szórakozást kívánnak. Köszönöm. Felkérem falu polgármesterét, Édes István urat, hogy tartsa meg a nyitó beszédet. Szép estét kívánok mindjárt! Tisztelt polgármester társaim, szereplők, szervezők, tisztelt jelenlévők! Ahogy az előttem szólók már említették, Madaron ez alkalommal már a harmadik TAT fellépés kerül megrendezésre. Eddig mindig nagy sikert könyvelhettünk el a szereplők produkciót és a közönség hozzáállását tekintve. Most már szinte rutinosan fogott hozzá a szervezővel ennek a fellépésnek a végezeteléhez. Bár most sem volt egyszerű feladat, hiszen falunk szeretne mindenki elvárásának megfelelni. Köztudott, hogy mindig is kultúra kedvelő és vendégszerető község voltunk, és vagyunk ma is. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ebben a rohanó korban is voltak olyan fiatal és korosabb lakosaink is, akik sokat tesznek a kultúra, a hagyományápolás, szórakoztatás érdekében. A hagyományápolásban a női éneklőcsoportot szeretném kiemelni, akik évek hosszú sora óta jelen vannak a környékbeli és a távolabbi rendezvényeken, helyben és külföldön. De az új feltörekvő generáció soraiban is találunk időt és energiát nem sajnáló fiatalokat, akik képesek és hajlandók, akár lemondások árán is a közönséget cselekedni. Ilyenek a mi ifjú táncos lányok, akik most már második sorozatban képesek hétről hétre új és friss koreográfiával közönség elé lépni. Az október elején megszervezett madari, bor és gasztrokozó idején is fiatal felfedezetjei szép műsort szolgáltattak a nagy érdekében. Ezt bizonyos mértékben köszönhetjük a TAT kitalálójának, Kis György úrnak, barátomnak egyben, hiszen az ő kezdeményezésére kapcsolódott be falon a tehetségkutatásba. Egy tapsot kérnék! Mára már szinte rutinos előadókká lettek az itt elindított versenyzők. Gondolok itt Szuri Dórára és a táncos lábú tányainknak. Ismét egy tapsot kérnék! Természetesen a sikerek eléréséhez szükség volt a falu egészének támogatására, a képviselőtestület párfogására, a szervezőgárda összmunkájára és a közönség, vagyis az önök érdeklődésére és jelenlétére. Én személy szerint köszönöm kedves mindnyájuknak, hogy segítői és egyben részesei is ennek a nagyszerű rendezvénynek, amely a falunk jó hírét is továbbítja a külvilág felé. Végezetül engedjék meg, hogy mindnyájuknak nagyon kellemes és emlékezetes estét kívánja e nagyszerűnek érkező műsor megtekintésével. Köszönöm, hogy gyakorlatilag!
polgármester úr megnyitó szavait, és akkor kezdődjön a verseny. A szokásainkhoz függően először a hazai színekben versenyző fiatalok lépkezik. A Madalitini Girls Táncsoport 2011 elejétől működik kisebb-nagyobb változásokban. A csapat jó ideig csak hobbiból táncolt, hogy a különféle rendezvényeken a műsorokat színesítsék. Igazi megalakulásukat ezzel a felállással 2011 őszén nyerték el, amikortól a TAP, azaz a Tehetség a TCB versenyre készült. Tagjai a helyi alapiskola 9. osztályos tanulói és két immár középiskolás lány. Nagy szívvel és lélekkel készültek eddig a tehetségkutató verseny egyes sportolóira, ahol a TAD felfedezetjei címet nyerték el. Sikerült főleg az egyetértésnek, barátságnak és az összhangnak köszönhető. Hosszú távra tervezik a közös munkát, amely eddig sok örömet és elismerést hozott a számukra. Legutóbb a Madali Bor és Gasztrokorzó Fesztiválon maradtak nagy sikert fél órás műsorokkal. A csoport vezetője Válladi Dóra. Következik a Tini Girls. Hogy még egy gyerek, soha többé. Nem véletlenül mondják, hogy soha nem mondasz, hogy soha. Mert a soha hosszú idő.
Nálunk is eltartott vagy 11 évig. Mikor aztán szüleim megelégelve a szokványos karácsonyi ajándékokat, valami újra vágyva, beterveztek egy kislányt. Csak hogy a számításaikban ismét egy kis hiba csúszott. Illetve kettő. Nem kis meglepetést okozva, ellentétben velem, aki 10 napot késett, a Jézuska most 10 nappal korábban érkezett. Ráadásul döbbenten vették tudomásul, hogy bizony, töke van a mennyasszonynak. Vagyis az én kis hugicám igencsak szép szellegény kellett. Az első megrökönödéseket átvészelve, ma holnap 5 éves öcsikém lett mindannyian szemefénye, nekem pedig a legdrágább kincsem. Meg persze az egyik hobbim is. A vele töltött idő ugyanis sohasem hiába való. Felidézik bennem gyerekkorom emlékeit, mert kamaszként épp azt a korszakot élem, mikor gyerek már nem, viszont felnőtt még nem vagyok. De egy biztos, ott Cita Nikolasznak hívnak, és Kolozsvármáról érkeztem. Kolozsvárma egy mindössze körülbelül 500 lelket számláló kis község Magyarország határán, mely határt épp a Duna képez. Második osztályos tanulóként a Gútai Magyar Tannyelvi Magánszak Középiskola padjait koptatom. Ollomüvegező és tűzománc az országon. Úgy érzem, azon szerencsések közé tartozom, akik azt tanulhatják, amit szeretnek. Ráadásul pályaválasztásomat szüleim is helyeselték, és az első pillanatoktól fogva maximálisan támogattak. Ebből nem nehéz következtetni, hogy szeretem a művészetet, a költészetet. Kedvenc magyar költőim Petőfi Sándor, Arany János, József Attila, Ady André. Néha előfordul, hogy gondolataimat én is meccsben mondom el. Azt is mondhatnám, hogy bennem egy költő veszett el. Szeretek rajzolni is, bár a fantázia rajzok nem állnak túl közel hozzám. Inkább a reális dolgok vonzanak. Úgy is mondhatnám, hogy jobban szeretek két lábbal állni a földön. Szüleim nem kis örömére, nem vagyok sem kezelhetetlen, sem kicsapongunk a masz. Még a bulizást is hagyom. Többre értékelem a természetben való barangolást, a madarak megfigyelését, feljegyzéseket készítve tapasztalataimból. Általában véve normális kamasz vagyok, bár időnként kissé különösen érzem magam. Ami abból adódik, hogy a korombeliekhez képest más a világnézetem. Az állatok szeretetét szintén a szüleimtől örököltem. Tartok is otthon különféle állatokat, foglalkozom gazdasági állatokkal és házi kedvencekkel. Úgy érzem, mindez a javamra vált, mert erősítettük bennem a felelősségérzetet már kiskorom óta. Sportként a futást tűzöm, mint kondícióban tartás, mint kikapcsolódás céljából, összekötve a kellemest a hasznossal. És hogy mi leszek, ha nagy leszek? Hát felnőtt. Na jó, a viccet félretéve szeretnék az maradni, aki vagyok. Jó barát, szófogadó fia szüleimnek, akire büszkék lehetnek. Jó testvér, és még sorolhatnám. Egy szóval szeretnék ember maradni. Mindig, minden körülmények között. Olyan, hogy a jelenlétem ne tűnjön fel, viszont hiányozzak onnan, ahol épp nem vagyok. De nem is szaporítanám tovább a szót, rabolva az önök idejét. Hiszen bizonyára izgatott kíváncsisággal várják fellépőtársamat és az ő produkcióját. Egy nagyon kedves barátom, az említett hölgy. 16 éves és a komáromi Marián Egyházi Gimnázium második osztályos tanulója. Lehet, hogy nem véletlen, hogy a hangja akár az angyaloké. Szeret olvasni, táncolni,
és a műzikőrök társulat oszlopos tagjogot. Fogadják Tapsa, Nagy Tapsa, a mi kis dalos pacsirtánkat, Beke Dórát. Kitartó vagyok,
és hiszek a megérzéseimben. Ezért jelentkeztem erre a megmérettetésre, hogy bebizonyítsam elsősorban magamnak, hogy bármire képes vagyok. Én, Hornyák Erika, a 16 éves Pati lakos. Most pedig engedjék meg, hogy bemutassam csoporttársamat, a szintén 16 éves Hegedűs Fannit, aki énekhangjával fogja önöket megfordítani. Mivel régóta ismerjük egymást, nagyon jó barátnők vagyunk. Ez bizonyítja az is, hogy sok a közös hobbink. Persze a futáson kívül, mert ha az együtt csinálnánk, abból nem futás, hanem dracsparti lenne. A közös elfoglaltság a táncban merítődik ki. Itt mondhatnánk azt is, hogy dumálni itt is lehet, de szerintem ez nem így van, mivel egy rabszolgahadsára vezetők. De ez csak csendben és félénkkel jegyezném meg, mivel ő is itt ül a nézőtéren. Visszatérve Fannira, Fanni szűz, jó szívű és nagy lelkű, végtelenül türelmes. De ha rájön, hogy elárultam legnagyobb titkát, bevadul és bármire képes lesz. Mostanában főként hobbija a biciklizés, amit Tomival szeret csinálni. Nagyon igényes mozdulataira, tetteire és a küllemére. Emellett alapossága és gyakorlatiassága miatt a hidegnő látszatát kelti, mindig a tökéletesre törekszik. De ez csak a látszat, mert legbennebb érzékeny, családias teremtés. A csillagjegye szerint mindenben szerencsés, de szerintem én vagyok a legszerencsésebb, hogy ilyen illedelmes, magabiztos és titkokat megőrző barátnőm van. Fogadják őt sok szeretettel! Yeah.
Őrsújfalu közigazgatásilag városokhoz tartoznak, viszont ezeken a településeken is élnek tehetséges fiatalok. Ifjúságfalva felvállalta, hogy benevezetne a versenyben, és a település színeiben lehetőséget biztosít két fiatal részére a bemutatkozásra. Ennek köszönhetően kapott lehetőséget a Nagy-szigeten élő Korbán Verena. Dalina 13 éves és a Gútai Nagy Boldogasszony Egyházi Alapiskola tanulója. 6 éve jár énektanárhoz, de már egészen kiskora óta énekel. 2010-ben Verebélyen az Imrich Godin nemzetközi énekversenyen a kategóriájában az első helyet ért el. Célkitűzései között főhelyen az éneklő szerepel. Következzék Korbán Marina. So what is that?
sárfalva színeiben induló második versenyző, Vörös Szandra, aki Őrsújfalunk él. Szandra 21 éves és a Komáromi Zeneiskola egykori tanulója. 12 évig tanult énekelni, valamint zongorázni. Érettségit a Komáromi Kereskedelmi Akadémián szerzett. Gyerekkora óta a zene szeretete és tisztelete kísérője. Számos fellépésen és énekversenyen van túl, ahol kisebb-nagyobb sikereket ért el. A zene és az éneklés számára nem csak hobbi, de egy életforma is, ami nagyon sokat jelent az életében. Igyekszik bizonyítani önmagának és a családjának is. Kitartó és küzd az álmaiért, céljaiért, bár sosem elégedett önmagával, de ezt a lánynak is van. A színpadon Vörös Szandra. Fellépésnél is többször szerepelt a Felvidéken és Magyarországon.
7 különböző teljes estét betöltő kulturális műsort hozott létre, melyel bejárta Szlovákia magyar lakta területeit. Igazi profiljuk a szórakoztató színpadi tánc. A csoport vezetője Gasparik Zoltán. Következik a Szignáltán csoport. Hallgatom a madarak végdalát,
érzem az erdő s fű illatát. Galagonya, bocsányos tölgy, magas kő is, előlem fút, menekül az őz is. Korhat fűszván, buzgon kopácsoló varkán. Fiókát élem ez a féreg, mit talál? Kipikop, kipikop, ütemű ritmust, szívemmel együtt ver, ámulok mit tud. Szanaszét röppenő éneklő madarak, fejemet kapkodom, hol repül, hova tart. Macska bagoly, egerésző, karvaj, mindegyikük ragadozó fajta. Pajzos cankó, nagy polén, bíbic, légyéhez szükséges, a víz is. A természet oly gyönyörű, hogy megépletett. Gondolataimat ezért versben mondtam el. Remélem, átadtam mindazt a szépet, amit bennem a természet éhoz. Bódító mámort, eufóriát, csodát. Vigyázz rá és halld, a segítségét kiállt. Szemetet, szennyet, el soha ne dobjad. Hogy gyermeket is élvezhessen, óvjad. Ide már több rímet nem szánok, helyette Dórikát ajánlom.
üdvözlöm a kedves nézőket! Itt vagyok, és be kell, hogy valljam, a mai téma a természet egy kis fejtörést hozott számomra. Rá kellett jönnöm, hogy a természet hatalmas, az ember barátja. Mert mi az ember a természetben? Semmi a végtelenhez képest, minden a semmihez képest. Ha a természet törvényeit megszeged, elpusztít önvédelemből. Amikor kislány voltam, valóban úgy gondoltam, hogy a fák meg a virágok épp ugyanúgy élnek, mint a madarak és az emberek. Hogy gondolkodni is tudnak, és beszélgetni is szoktak egymással. Pedig, és hallanánk is, hogy mit mondanak, ha igazán figyelnék. Csak elég csendben kéne maradni, ami nekem mostanában nem megy. Ha a természet szót meghalljuk, többnyire vonuló madarak, vadregényes tájak, erdők jelennek meg a szemünk előtt. Csupa élő szervezet, holott, az élettelen természet, a talaj, a kőzet, a víz. Épp úgy része az élő természetnek, mint a növények és az állatok. Egyes részei önmagukban is tudományos, esztétikai értéket képviselnek. Itt kérdezhetnék, hogy valójában mire is gondolok. A természetben nincsenek sem jutalmak, sem büntetések, következmények vannak. Ugyanis Isten megteremti a férfit, aztán támadt egy jobb ötlete. Ez tudományos tény. Úgy gondolta, hogy nekünk nőknek kell egy kis romantika. Kedves hölgyeim, képzeljék csak el, milyen nagyszerű is lenne álmai pasjával egy lakatlan szigeten, élő természetben várja a csodát, hogy a háborgó tengeren megjelenjen egy hajó, amely elviszi önöket egy emberekkel benépesített helyre, hol kioktatják a 206 méter mélyről jövő Szent Királyi ásványvíz gyógyhatásairól. Elengedhetetlen a szív és érrendszerhez szükséges magnézium aránya. De én azt állítom, hogy a szívem működéséhez szükség van még egy élettelen anyagra is, amely igencsak feltornázza a pulzusomat. És ez képviseli az esztétikai értéket. Uraim, önök tudják, hogy miről beszélek. Igen, a gyémántról beszélek. Ugye nem lepődtek meg? Elmondhatom, hogy az természet számomra arról a harmóniáról beszél, amelyre tulajdonképpen minden ember vágyik. És lenni annyi, mint magamat, ingyen, ajándékként adni. És most fogadják sok szeretettel újra Pannit.
társaság falvai forduló betegség miatt sajnos nem tudott szerepelni, ezért ma harmadik alkalommal is színpadra lép, hogy pótolja a kimaradt verseny számait. Fogadják ők ismét egy szeretettel! Thank you.
Szép jó estét kívánok mindjártnak. Ha a számításaim nem csalnak, én pár pillanaton belül, pár másodpercen belül 12 buszi tulajdonosa vagyok. Kedves tavaszlányaim, engedjétek meg, hogy a madari önkormányzat képviselőtestület nevében megköszönöm nektek ezt a fáradtságos munkát, ezt az odaadó munkát, amivel ugye szerepeltek, lassan országszerte, és itt egy kicsit megkésve, hogy az első madari bor és gasztrokorzón is szépen szerepeltetek. És én munkámhoz nagyon-nagyon sok sikert és szerencsét kívánok. Isten éltessen benneteket, egy tapsot kérek. És ezt az odaadó munkát, és neked is sok sikert kívánok. Thank you.
hogy a következő fellépőként a Szuri Dórát jelentsem meg. Dóra a TAD legelső sorozatában tűnt fel, és azóta is a TAD társulat oszlopos tagja. Ma már különböző rendezvények vendége és fellépője. Most a hazai közönség kedvéért egy videó számot adom. Kérem, fogadják önöket! No.
zárás előtt segítőim tájékoztató újságokat hoztanak szét önök között abból a célból, hogy még több és pontosabb információhoz juttassuk önöket a fiatal tehetségek fellépéseivel és sikereivel kapcsolatban. Kedves közönség! Elérkeztünk a TAV tehetségkutató verseny madari fordulójának végéhez. Búcsúznak önöktől a szereplők. A madari Tini Girls. Jó magam, bemondom, Bácsot Jónnak.